Több mint 12 millió előzött németnek állít emléket Kovács Judit Hazátlanok című regénye. A könyv német nyelvű kiadása is kedvező fogadtatásra talált a nemzetközi piacon. Hogy ennek oka miben, mikben keresendő, arra is keressük a választ mai adásunkban. Mindenek előtt érkezzenek további témáink. Köszöntöm Önöket! Nagyobb a kereslet, mint a kínálat. Főleg a kormányzati támogatások mozgatják az ingatlan piacot. Óriás beruházás fényes Litkén. Épül Európa legmodernebb vasúti kereskedelmi csomópontja. Hazátlanok. Német nyelven is sikeres Kovács Judit könyve. Az ingatlan adásvételeket és az érdeklődőket nézve is az elmúlt 5 év legmagasabb számát mutatják a friss statisztikák. A Dunahaus februári adatai szerint az első lakásvásárlók egyre nagyobb számban vannak jelen a piacon, köszönhetően a különféle támogatásoknak és kedvezményeknek. Az ármozgásokat továbbra is az új építésű ingatlanok idézik elő. Köszöntöm a stúdióban Legány Andrást, a Dunahaus búzatéri irodájának vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok én is! Köszöntöm Önöket és a nézőket! Mik azok a legfontosabb intézkedések, amelyek ennyire megpörgették az első lakásvásárlásokat? Hát először is azt kell látni, hogy a februári hónap az egy 10 éves csúcsot döntött, tehát az országban egy olyan 14.500 ingatlan cserélt gazdát. És itt már mindenki fogja a fejét, hogy ez hova vezethet, mi az oka, mindenki keresi. Igazából, és ami egyértelműen látható, azok az állami támogatások. Tehát most a fiatalok, a családalapítók olyan állami támogatásokban részesülnek, amelyek egyszerűen előidézik ezt a piaci mozgást. Gyakorlatilag, ha most számba veszük, és utána fogunk beszélni igazából ezeknek a lehetőségeiről, illetve veszélyeiről is, beszélünk egy babatámogatóról 10 millió forint, beszélünk egy csokról 10 millió forint, beszélünk a csokhoz tartozó 15 millió forint államilag kedvezményes fix kamatozású hitelről, ez már is 25 millió forint, amihez még hozzá lehet pakolni, hogyha jövedelme engedi az embernek, még akár 10-15 millió forintot. De úgy tud neki indulni, hogy 25 millió forint már adott, amiből 20 millió forint gyakorlatilag önerőnek számít. És ha még van egy lakáskasszája, vagy valamilyen korábban elindult. Így van, akkor gyakorlatilag már megnézhet egy 30-40-50 milliós ingatlant is, egy fiatal házaspár, aki rendelkezik egy gyereke, vagy hárommal, mert ugye csak az még vállalható is. A babavárónál ott ugye még gyereknek sem kell lenni, csak egyszerűen bevállaljuk a három új gyermeket, és két héten belül utalják a 10 millió forint szabad felhasználású hitelt. Mire kell odafigyelniük ezeknek a fiataloknak? Hol lehet ebben buktató? Hát amit mi tapasztalunk, tehát jelen pillanatban azért nagyon szépen és gördülékenyen mennek a kifizetések, a vásárlások, viszont azt is észreveszünk, hogy nagyon sok esetben például egy babaváró hitel, amely szabad felhasználású hitelnek számít, azt fogjuk látni, meg látjuk, hogy mi elindítjuk a vásárlásnál, megkapják ezt a 10 millió forintot, ami önerőnek számít, de a következő találkozásunkon mondjuk már egy új kocsival jönnek, meg már elkezdenek osztani, szorozni, meg még kicserélnek ezt-azt, gyakorlatilag ott már lecsökken az a pénz, amit az ingatlanba fektet, és akkor még felveszi a csok és a kedvezményes kamatozású hitelt. De hát azért arra vigyázni kell, hogy ezeknek a dolgoknak, amit elvállalunk, ezeknek teljesülni kell. Mi történik, hogyha nem sikerül a baba? Na, itt jönnek a dolgok, ugye, mert ha most a babavárót nézzük, akkor ha egy gyerek teljesül már a háromból, abban az esetben kamatmentes lesz a hitele. Ez már egy nagyon jó történet. De mégiscsak vissza kell fizetni. De mi van, ha a csok nem teljesül? Tehát ha a csoknál nem tudjuk teljesíteni a három gyermeket, abban az esetben ugye ezek az állami támogatásokat vissza kell fizetni kamatostól. Na mi ettől félünk? Tehát olyan kraktól semmiképpen nem tartunk, mint ami volt a svájci frankos időkben, mert itt nem a bér és a hiteleknek a nagyságrendi növekedésével kell számolni, hanem egyszerűen a visszafizetéstől. Na most én úgy gondolom, hogy azért már a tapasztalat és a kimutatások alapján azért látszik az, hogy pár éven belül elindulnak azok az ingatlan értékesítések majd, amik ebből adódnak. Jelen pillanatban még
igazából mindig, tehát Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is még mindig az ár emelkedéssel kell küzdködnünk, amit én nem nagyon tartok jónak, hiszen azért a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében abszolút a fizetés határán vagyunk, tehát a fizető képes kereslet határán vagyunk, igazából nem mindig azok tudják megvenni az ingatlant, akinek szüksége van rá, ezt látni kell. És különösen az idősebb korosztály itt ebben hátrányt szenved. Hát az idősebb korosztály abszolút hátrányt szenved. Tehát ami egyébként nagyon érdekes statisztika, jelen pillanatban az alkalmazotti státuszban lévő középkorúak 25-35 évig korban lévő emberek vásárolnak ingatlant, a következő 35-45-ig, akik a legnagyobb számban vásárolnak ingatlan. Tehát már valahol elindultak, vagy azt, hogy tényleg fiatal házasok, nekik indulnak az élethez, bátran felmerik venni, vagy némi egzisztenciával már rendelkező emberek, akik ebbe bele tudnak menni, és rögtön utánuk azért nem sokkal lemaradva a befektetési ingatlanok. Tehát azért itt lehet látni, hogy gyakorlatilag a 75%-át, a 75%-ának egy harmadát, akkor 25%-ot elvisz a befektetői rész. Tehát azért ez nem jó. Nem úgy gondolom, hogy az lenne a helyes. Kellett tartani, hogy lesz egy lufi durranás? Tehát hogy nagyon elszalad, nagyon mondani, elszállnak az árak? Lufi durranás nem lesz. Tehát pont ez a lényeg, hogy inkább egy stagnálás lesz, illetve az újépítési ingatlanokról fognak visszakerülni majd pár éves ingatlanok a piacra. Igazából mi azt tartanánk helyesnek, mert egy ilyen 5%-os áresést 5-10-nek kellene lenni, hogy visszakerüljön a piac oda, ahova kellene. Akkor lenne egy nyugodtabb, kiegyensúlyozott piac. Mert hogyha túl magasak az árak, akkor hiába van a támogatás, hogyha a különbözet meg ugyanannyi, hát, mint a korábbi helyzet. Mindig azért nagyon okosan van ez kitalálva. Tehát azért mindig a támogatás az mindig tolható, nőhet, és akkor egy icivel kevesebbet kell beletenni önerőt, hogy meg tudja venni. Tehát egy kicsit csábító ez a dolog. Csak aztán lehet havonta nyögni. Hát igen, havonta azért ezt ki is kell fizetni. Mik azok az ingatlan típusok, amik a legkelendőbbek ennek tükrében? Ennek tükrében egyébként a újépítésű ingatlanok, illetve a 20-15 éves lakások, családi házak. És egyre jobban jönnek fel akár a 30 éves családi házak, tehát a családi házaknál azok nagyon menők, az emberek keresik, főleg úgy, hát itt vagyunk a vírus közepén, tehát egyszerűen ez már mindenkit kiborít, a lakásokban élő emberek nehezen tudnak lassan egymással is kommunikálni, a bezártság, frusztráltságot okoz, náluk is vágynak ki. Tehát nagyon sokan próbálnak most kimenni lakásokból kertesházba, és hajlandók, amiről be is lett harangozva igazából, vidékre kimenni. Miközben tehát, néhány évvel ezelőtt meg arról számoltunk, hogy mindenki lakásban, mert senki nem akart a kertekben dolgozni, és nem talált segítséget sem. Pontosan. Hát igazából most se a kerti munka vonza az embereket. Nem, a szabadság, a levegő, tehát az, hogy ki tudjak menni a gyermekemmel, tudjak egy jót főzni odakint. Tehát egyszerűen maga az a bezártságérzés, ez már teljesen az egészségére megy az embereknek. Ezek szerint elindult a vándorlás a vidék irányába. Mik azok a települések, amik kapósak lettek? Hát a Nyíregyháza vonzás körzete az egyértelműen, tehát ugye beszélhetünk itt, akár Kótaig elmehetünk, egy pillanat azt mondja, hogy igen, de már most nagyon jól nem jut eszembe. Tehát, hogy Újfehér az egy borzalmasan felkapott, Nyírtelek nagyon felkapott, Pazony borzalmasan felkapott. De mondom, tehát már olyan községek is szóba jönnek, amelyek nem igazán nagy községek, hanem falvak, Gáva-Vencselő, ugye, Tímár, Balsa, tehát Tiszavasvári, ami nagyobb központú, de azért már viszont nagyon olcsók az ingatlanok. Úgyhogy egyre szélesedik ez a periféria, már 30 kilométeres kört lehet akár Nyíregyháza köré tenni. Mi a helyzet? Nyilván elsősorban Nyíregyháza körzetéről beszélünk, de van-e tudásunk arról, hogy a megye más nagyobb városai, Máté-Szalkafehérgyarmat. Így van. Az áremelkedések ott is láthatóak. Tehát egyértelműen, ha talán nem is akkora, mint Nyíregyháza, mint megyei jogú városnak, de mint térségi vezető városoknak, Máté-Szalkafehérgyarmat, ezek Kisvárda, hát arról le is beszéljünk. Tehát azért, ha összehasonlítjuk a 3 évvel ezelőtti árakat, is mondhatni, hogy egy 60%-os, de egy 10 évvel ezelőttinél több, 100-150%. Nyíregyházán ez akár 300%, 400% is lehet. Tehát ez durva. Milyen négyzetméter árakban lehet gondolkodni?
Ez gyakorlatilag naponta változik, meg hetente. Jelen pillanatban most egy új építésű ingatlan, ha lakásról beszélünk, 500 ezer forint körül mozog. 450-510. Tehát ez, ugye az is számít, hogy melyik utcában van, tehát azért az se lehet mondani, hogy Nyíregyházán ennyi, de átlagosan egy ilyen, inkább az a 480-510. Családi házaknál ott igazából négyzetméterre nagyon nehéz meghatározni, mert ott tényleg már az is, hogy hány négyzetméter a porta, mekkora a garázs, tehát ott úgy kell számolni egy 120 négyzetméteres lakás garázssal, az durván egy ilyen 50-55 millió forint, de most már 60-ban, tehát egy dupla garázs rakunk oda, így van, és a városnak melyik része, tehát mennyire megközelíthető, aszfaltozott, nem aszfaltozott, mennyire új a terület, ezektől függ. De ott úgy kell gondolni, hogy ha most 120 négyzetmétert veszünk, hogy legyen 130, az egy 55 millió, 60 millió forint. Milyen mennyiségben épülnek egyáltalán új lakások? Van-e annyi, mint amennyi a kereslet? Gyakorlatilag folyamatos a utánpótlása jelen pillanatban, tehát a keresletet azt ki lehet elégíteni, itt inkább tényleg arról lenne szó, hogy meddig lesz ez fizetőképes. Tehát jelen pillanatban van annyi új építésű lakás, még mindig azt mondjuk, hogy kéne, de azt azért mondjuk, hogy tudjuk az embereket kiszolgálni mindenféle igényükkel. De jelen pillanatban szerintem akik szeretnének vásárolni, azok találnának új építésűt, némi kompromisszumot azt kötniük kell mindenképpen valamilyen oknál fogva, de van. Tehát én nem félek ettől, hogy nem lesz. Legány András, köszönjük szépen, hogy beszámolt nekünk. Én köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam. Európa legmodernebb vasúti kereskedelmi csomópontja épül Fényes Litkén. Jelenleg még a talajelőkészítési munkálatok zajlanak a 125 hektáros területen, a központ átadása jövő év első felére várható. A 22 milliárd forint értékű beruházás több száz új munkahelyet hoz létre a Záhonyi térségben. Fényes Litkén az elmúlt évben is folyamatosak voltak a fejlesztések, miközben a település népesség száma is növekedésnek indult. Nehéz helyzetet teremtett, de összekovácsolta a lakosságot a járványhelyzet Fényes Litkén. Az egészségügyi ellátórendszer mellett az önkormányzati dolgozók és a szociális intézmények alkalmazottai is csatlakoztak a koronavírus elleni védekezéshez. Az önkormányzat a tavalyi évben a beruházások területén is igyekezett tartani a tervezett ütemet. A tavaszi járványhelyzet ugye megfogta rögtön a tervezett költségvetést, amit ugye 2020-ra végig gondoltunk. Nekünk egy közel 8 millió forintot költöttünk védekezési költségre az elején. A lakosság részére ugye legyártottuk a maszkokat, aztán Németországba rendeltünk újrahasznosítható gumikesztyüket, aztán adtunk védekezés szempontjából a 65 év fölöttieknek 90 napos tablettát, amivel az immunrendszerüket lehet erősíteni, tehát egy kiváló együttműködésben természetesen az egészségügyel. Ugye az elején megfogta nekünk a fejlesztéseket, ellenben mindenképpen úgy kellett tovább lépnünk, hogy azok, amelyek ugye elirányzottak, illetve szerződések már kötnek bennünket, azokat mindenképpen indítani kellett. Így például a községháza mellett egy közlekedési csomópontot készítettünk el, együttműködve a Magyar Közúttal, ami végeredményben itt a közlekedés biztonságot az iskola, óvoda, illetve itt a templomok, illetve az idősek otthon a térségében fogja biztosítani, zebrával, gépjárműlassítással és így tovább, ami egy kicsit, én azt mondom, szabályozottabbá tette itt az életünket. Ez egy nagy falat volt, hiszen pályázati pénzből kaptunk a Magyar Faluprogramból 30 millió forintot, a Magyar Közút adott 20 millió forintot, de ugye 25 millió forintot még a saját kasszából kellett mellé gazdálkodni, hiszen a közvilágítást is át kellett nekünk ehhez alakítani, illetve a belső, illetve a föld alatti infrastruktúrát. Ezt követően ugye kaptunk pályázati lehetőséget, illetve pozitívan bírálták el a Romoda belső felújításunkat, illetve a Magyar Falu programba, illetve a belügyminisztériumtól nyertünk a konyha felújításra, ami egy áthúzódó beruházás, aminek azt jelenti, hogy az óvoda most átadva lesz, illetve most kezdjük meg a konyhának a belső felújítását. Illetve egy nagyon civil szervezetünk van, a Fényes Litkéért közalapítvány, amely, akit természetesen támogatva az önrészhez elkészült egy 16 ágyas ilyen turisztikai vendégszállás,
hiszen egyre többen ellátogatnak a községbe, akár az egyházakhoz, akár a magáz önkormányzathoz, és akkor nekik így biztosítani tudjuk a szállásolás lehetőséget. Ezen kívül azokat a hagyományos egészségmegőrző programokat keményen tovább folytattuk. Ez jelenti azt, hogy most a hölgyeknek, ugye páros évente van a hölgyeknek a komplett nőgyógyászati szűrés, amikor orvos kijön mobil ultrahanggal és így tovább, illetve most áthúzódóban már megszerveztük az most februárban kezdődő férfiaknak a komplett urológiai szűrést, a megyei kórházból jönnek ki, és a prostatára kihegyezve lesz ez a program. A településen idén csapadékvíz elvezető hálózat megépítését tervezi az önkormányzat. 2000-ben, amikor a nagy belvizek voltak, a 99-2000-es időszakban egy komolyan súlyosan érintett a településünket, egy komoly védekezési költséget kellett ehhez hozzátenni, illetve a lakosság részére akkor állami támogatásból segítséget adtunk a helyreállításban. Most két nagy belvízöblözetre adtuk be pályázatot, az egyiket pozitívan bírálták el, azt az idén az első ütemet, mert ugye most a kiviteli tervek készülnek, közbeszerzés és így tovább, és akkor ősszel az első ütem részét készítenénk, az áthúzódik jövőre, illetve most beadtuk a második öblözetre is a pályázatot, bízunk benne, hogy pozitív elbírálást fog érinteni, ezáltal a községünknek a belvíz okozta kár, bármilyen nagy esők lesznek, meg lesz oldva. Az önkormányzat emellett folytatja a tanulás ösztönző pályázatát. Ennek keretében a 4-es átlag felett teljesítő 7. és 8. osztályos tanulók havonta 6000, a középiskolások 12000, az egyetemisták 18000 forintos ösztöndíjban részesülnek. A fiatalok támogatására évek óta egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek Fényeslitkén, ami a település népességének növekedésén is megmutatkozik. A falusoknak köszönhetően is részben, illetve a településünk vonzó képességének köszönhetően egy év alatt, tehát tavaly évhez képest több mint 140 fiatallal nőtt a lakosság számunk. Ami öröm számomra, hogy azok a fiatalok választják Fényeslitkét otthonnak, akik nem a községnek a lepusztulásával érdekeltek, hanem igyekvőek, tényleg jó munkahelyük van, ezen kívül a 8 órán kívül szerintem még mellette 8 órát dolgoznak, tehát abszolút a család, illetve a értékrendjükben is különben hasonló, mint a Fényeslitkieknek, hiszen a mutatóink is nagyon jók, amiről már említést tettem, hogy mindig is egy igyekvő lakosság volt itt a korábbi időszakban, és ez hála jó Istennek a jövőt tekintve, ez az értékrend ez továbbra is folytatódik. Ezért a beruházásainkat most már ebbe a célirányba is visszük. Egy rekreációs, egy epicentrum nevezető rekreációs házat szeretnénk elkészíteni, ahol zárt kondi terem lesz, a gyerekeknek egy kis játszószoba, ahol a szülők, amíg gyúrnak, edzenek, illetve szauna lesz. Tehát olyan szolgáltatást próbálunk biztosítani a fiatalainknak, hogyha végig dolgozták a napot, pláne a téli időszakban, akkor ott eltölthetik kellemesen barátok között, ez egy közösségerősítő programnak is jó lesz, illetve a mögöttem levő sportcentrumnál pedig szabad térben is kondiparkjaink vannak, gumiteniszpályáink vannak, megvilágított kézilabdapálya, amit este 10 órakor, meg 11 órakor is még nyáron is használtak a fiatalok. Szabadtéri színpadunk van, tehát kulturális rendezvényeket is fogunk tudni egyre többet biztosítani, így tervezzük a falunapot, illetve a tavasz köszöntőt, ha jó Isten megsegít, ha megengedi az időjárás, illetve ami legfontosabb, a járványügyi helyzet. Fényeslitkén egy igazi óriás beruházás is kezdetét vette. A kontinens egyik legnagyobb és legkomplexebb vasúti kereskedelmi központját építik, amellyel Magyarország is csatlakozhat a kínai selyemúthoz. A 21. századi technológiával felszerelt terminál alkalmas lesz vasútról közútra, közútról vasútra és vasútról vasútra is átrakni konténereket, konténertartályokat és félpótkocsikat. Az East-West Gate International beruházásában 22 milliárd forintból készül 140 munkaerőt foglalkoztató kombi terminál, ami Európában egyedülálló nyomváltós beruházás. Az azt jelenti, hogy a keletről érkező nagyértékű konténerekbe szállított árut itt pakolják át, illetve a nyugat-európaival természetesen cserélik ki. Ez azt jelenti, hogy a nyugati, illetve a keleti gazdaság növekedését ez is fogja kiszolgálni. Ez azt jelenti, hogy kicsit az Eurázsiai Gazdasági Övezetnek része lesz. 2018-ban voltam Kínában, a Selyemút konferenciára meghívtak, ott már látszott, hogy ennek a térségnek szerepe lesz abban, hogy egy úgynevezett új Selyemút témában az egy övezet együtt volt, szólt ez a konferencia, aminek az volt a lényege, hogy Magyarország kijelölt szereplő ebben az áruszállítási, áruátforgatásban, úgy lehet mondani. Ez 164 hektár összesen, de ebből a hasznos terület 125 hektár,
amiből 84 hektáron fog elkészülni a tényleg azt mondom, hogy Európa legnagyobb ilyen típusú kombiterminálja. Ez hasonló lesz, mint a Zalaegerszegen készülő, ahol német tőkéből az Adriától feljövő konténerek, ugye Budapest, illetve Lengyelország irányába jövők, ez egy regionális terminál lesz, ahová a magyar állam ugye 14 milliárdot rak hozzá Szent-Gróton levő vasúti deltavágány kiegészítéssel, itt ez pedig 22 milliárd forintos beruházás, ez felülnyitott, azt jelenti, hogy végig is többbe fog kerülni, akkor a befektető természetesen többet helyez hozzá. Itt a magyar kormány pedig 2,95 milliárd forintot ad munkahelyteremtésre, illetve az M34-nek a indítása Vásosnaménytől Záhonyig, az pedig úgy néz ki, hogy fel fog gyorsulni, hiszen ez a terminál működéséhez, ami jövő januárban kezdődik, azért már egy alapvető lesz. Igaz, hogy még akkor áll, természetesen az M34 nem készül el, de mindenképpen meghatározó, hiszen 140 főt fog foglalkoztatni ez a cég, ebből 30 magasan képzett, kvalifikált fiatal lesz, illetve amire törekszik, ami nagyon szimpatikus ennél a beruházon az EVG-nél, hogy itt a kivitelezés is tapasztaltam, hogy elsősorban helyi cégeket választ az építkezésnél. Az energia előállítását saját naperőművel biztosítják, és elektromos traktorok segítik majd a szállítmányozást a területen belül. Egyedülálló lesz a terminál abból a szempontból is, hogy az odaérkező összes járművet és rakomány csúcs technológiájú automata rendszerrel követik nyomon. A belső technológiánál, tehát a belső őrzés védelemnél például drónokkal fogják felügyelni, aztán 5G technikával fog az egész terület működni, tehát azt jelenti, hogy okos daruk lesznek, ami azt jelenti, hogy fülke nem nincs a darun, hanem bent egy klimatizált szobába, mint egy joystickkal fog a darus mozgatni, olyan típusú daruval, amelyik azon fog ki, hogy megfogja a konténert, rögtön már digitális jelet tesz rá, a digitális jelnek a kódját megkapja a konténernek a tulajdonosa, és azonnal onnantól kezdve tudja, hogy a konténer a világ melyik részére fog menni. A terminál működése a tervek szerint 2022 első felében veszi kezdetét. Szerelmi történetbe ágyazva mutatja be közelmúltunk történelmének több fehér foltját, közösségi sors tragédiáit, Kovács Judit Hazátlanok című regénye. A nyíregyházi írónő könyve Németországban és Ausztriában is nagy népszerűségnek örvend. A történet szereplői fiktív személyek, azonban minden, ami velük történik, a valóságban is megtörtént. Köszöntöm a stúdióban Kovács Judit, megyei prímadíjas és Artisius irodalmi díjas írónőt. Jó estét kívánok, és hagyd mondjam, hogy tegeződni fogunk a régi ismeretség révén. Hogyan szólított meg ez a téma? Hogy talált rád ez a téma, Judit? Tudom, hogy a levéltárban dolgozol évtizedek óta, tehát a történelem az mindig közel állt hozzád. Így van, de nagyon személyes, indítatású volt ez a regény, ennek a születése. Viccesen hangzik, hogy akkor kezdődött, amikor férhez mentem, de ez tényleg így van, mert a férjem egy tőzsgyökeres felvidéki, szepességi családból származik. Rokonságnak egy fele ma is ott él, és ahogy ebbe a családba kerültem, nyilván nem rögtön, hanem évtizedek múlva, amikor szépirodalommal kezdtem el foglalkozni, akkor az ott hallott és megtapasztalt történetek jöttek szembe velem, és úgy alakult, hogy írtam egy regényt a magyarok kálváriájáról a háború után, a Benes dekrétumok következtében, ugye ők kollektív bűnösök és jogfosztottak lettek a németekkel együtt. Ez volt az Elszakítva című regény, amely 2015-ben jelent meg. És amikor a magyarok kálváriáját írtam, akkor már eldőlt, hogy a következő regény a németeké lesz, hisz németek, magyarok kollektíve lettek, bűnösök, fosztották meg őket állampolgárságuktól, internálták, kitelepítették őket, és a németek elég nagy kisebbség volt, amely nem fért volna be egy regénybe magyarok és németek sorsa. És tehát ott kezdődött, hogy férhez mentem, ott folytatódott, hogy megírtam a magyarok káváriáját, és ezt követően született meg magyar nyelven 2019-ben. Mekkora kutatómunka előzte meg magát a regényt? Ugyanúgy, mint az Elszakítvát, nagyon sok interjút készítettem, memoárokat olvastam, 3 év alatt született meg a regény, és ennek a nagyobbik részét tette ki
a háttérmunka, a kutatómunka, és túlzás nélkül mondhatom, hogy 1000 oldalakra rugó memoárirodalmat tanulmányoztam át, és az annyi egyéni történet, sors tragédia volt, ebben megmerítkezni, alámerülni nagyon izgalmas volt, és nagyon nehéz, mert mindegyik megérintett. Ugyanakkor a szereplők fiktívek, a történet valóságos. Hogyan született meg az az ötlet, hogy ez valójában egy szerelmi regény lesz, aminek valóságos alapja van, hiszen lehetett volna egy dokumentumregény is akár? Az Elszakítva is egy szerelmi történetbe ágyazva, mondja el, és innen adódott, hogy a Hazátlanoknál is legyen egy ilyen szál, de hát a főhősünk egy fiatal lány, 17 éves a regény elején, és 23, amikor befejeződik a regény, és ugye egy fiatal generációról beszélünk, ők a főszereplők, akik akármi történik, bármilyen tragédiák elűzik őket a szülőföldjükről, az integráció rettenetesen küzdelmes, nem akarják befogadni őket, de akkor is élnek, szerelembe esnek, családot alapítanak, és felépítenek egy új országot, hanem világot a romokból, amely után a II. Világháborúban hevert Németország, de akár Magyarország is, ugye? Tehát mindemellett, hogy ez egy nagyon mély szenvedéstörténet, és egy tömegeket érintő, hiszen több mint 12 millió elűzött németről szól valójában ez a regény. Mégis egy optimista kicsengésű és életigenlő könyvről beszélünk, aminek már Magyarországon is nagy sikere volt. Így van. A főhős mondja, és én is így mondom, hogy ma jobb, mint volt tegnap, holnap pedig jobb lesz, mint ma. Megjelent a német nyelvű kiadás is, igen, még tavaly ősszel, és hogy mutassam a kamera felé, nagyon nagy sikere van Ausztriában és Németországban is. Úgy tudom, hogy a sajtóban is nagyon jó megjelenések, és nagyon nagy jó visszhangja van. Igen, hál' Istennek, és úgy gondolom, hogy az érintettség miatt elhangzott, hogy több mint 12 millió németet űztek el Kelet-Közép-Európa országaiból, Magyarország is vábokat, szudétásokat, sziléziaiakat, vagy éppen kárpát-német cipszereket, mint a regény szereplői, és ez a több mint 12 millió német nemzetiségű ember rázódult arra a szétbombázott Németországra, 65 millió lakosa volt akkor Németországnak. Ez a két szám magáért beszél, 65 millióan, és 12 millió érkezik, és akkor gondoljunk bele, hogy az integráció, amely nagyon küzdelmes volt után, a mai generáció már a harmadik, vagy második, harmadik generációnak körülbelül minden ötödik, hatodik családnál van egy olyan felmenő, aki valahonnan érkezett a Baltikumtól kezdve, a volt Magyarország, Románia, vagy bármelyik más ország területéről. Tehát a mai napig a fordítomtól kezdve, akikkel kapcsolatba kerültem a regény kapcsán, tehát németekkel, nem egy esetet tapasztaltam, hogy a nagymamám Sziléziából érkezett, a másik bánáti sváb volt, és így tovább. Mi lehet az üzenete ma, így a 21. század elején, ennyi évvel a háború után ennek a történetnek? Kibeszéletlen, kollektív traumák ezek, mert a mai Németországban is, vagy a mai társadalomban is nem beszéltek róla nagyon sok helyen a felmenők, mert hogy nagyon nehezen sikerült integrálódni, másodosztályú németek voltunk hátizsákos cigányok, és végre, ha ez sikerült, akkor felejtsük el, végre ugyanolyan németek vagyunk, mint az őslakosok, akkor már minek erről beszélni? És vagy ezért nem beszéltek, vagy azért, mert annyira borzasztóak voltak azok a traumák, amin átestek, hogy nem akarták, hogy újból és újból felidéződjön, és akkor ismét átéljék ezt a traumát. Másrészt pedig bármennyire nehéz, mégiscsak úgy lehet nekünk megismerni, nekik pedig feldolgozni, ha mégiscsak kibeszéljük őket. Hát ez lehet talán az üzenete, hogy bármilyen nehéz szembesülni azzal, hogy mik történtek a múltban, vagy akár a bűnökkel, de ez elengedhetetlen ahhoz, hogy most
úgy éljük meg a jelenünket. Ez éppen annyira, ahogyan egy egyéni traumafeldolgozás is csak úgy tud megtörténni, ha felszínre kerül, megdolgozzuk és beleillesztjük az élettörténetbe, ugyanúgy, amikor tömegeket érintő traumákról beszélünk. Gyakorlatilag ez a regény az egyik legjobb formája ennek a kibeszélésnek. Uh-huh. Egyetértek. Van-e már következő téma? Kinőtt belőle a következő. Azok a borzasztó tragédiák, pogromok, tömeggyilkosságok is szerepelnek ebben a regényben. Ezeket én próbáltam oldani tátramesékkel, elfeledett legendákból, mesékből továbbírtam. A regényben nagyon töredezetten, fragmentáltan kerültek bele, és hát most tátrameséket írok. Az melyik nemzetiséget érinti? Hát ugyanúgy a szepességben vagyunk, tehát a Tátrában, az elűzött cipszerek hazájában, és a múltnak egy olyan fajta feldolgozása, hogy megismerni a legendavilágot, amely egy ősi kollektív tudást hordoz magában, és azon keresztül egybeszőve az előzés traumatikus történetével, hát aki kerekedik belőle valami izgalmas. Én biztos vagyok benne, hogy ennek nyomán valószínűleg az is egy nemzetközi sikertörténetté válhat, és említsük meg azért a fordító nevét is, hiszen a német nyelvű fordítás is zseniális a sajtóvisszhang szerint is. A Die Presse írta, hogy mester munka volt, Zádor Évának hívják, műfordító, és csak hálás lehetek a sorsnak, hogy ő lett a fordító, mert mindennek utána járt, a korabeli intézmények, különféle segélyek, szakkifejezéseknek, hogy az tökéletes legyen, azon a nyelven szólaljon meg. És azért említsük meg a kiadót is, a Nissen Verlagot, ez egy bécsi székhelyű kiadó, aki csak magyar irodalmat ad ki, és ennek népszerűsítése német nyelvterületen a családi luxusproduktum, így fogalmazott a kiadó vezetője, mert végképp nem, a könyvkiadás nagyon nehéz műfaj, magyar irodalmat kiadni a német könyvpiacon pedig valóban egy szenvedély, hobbi, amelyre áldoz ez a kiadó. Szívből gratulálok ezekhez a sikerekhez, és nagyon remélem, hogy a következő is hasonló sikertörténetté alakul. Úgy legyen. Köszönjük szépen. Ez volt ma a 35 perc című műsorunk. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!